kötelező koronavírus elleni oltás és a gyerekek oltása ellen tüntetett a Mi Hazánk mozgalom Orbán Viktor hivatala előtt. A párt szerint, ha azok, akik vissza akarják kapni az életüket, akiknek elegük van a halálkampányból és a hazugságokból összefognak, akkor megváltozik az életünk. A stúdióban Dúró Dóra. Hát a járványtól magától is megváltozott. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Is. Tehát van 30 ezer magyar halottja ennek a járványnak. Azért az elgondolkoztató, nem, hogy kell-e oltás vagy sem? Vagy önök egészen biztosak benne, hogy nem kell? Mi a Szabadság oldaláról közelítjük meg ezt az egész kérdést, és az ellen tüntettünk, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés azért, mert ő úgy dönt saját maga, a saját életéről, hogy beoltatja magát, vagy nem oltatja be magát. Egyre nagyobb a nyomás az embereken a kormány részéről, mert mindenféle propaganda sem volt elég ahhoz, hogy annyi ember oltassa be magát, amennyit Orbán Viktor elképzelt. Ezért most már zsarolni kezdték az embereket, az egészségügyi dolgozók az elsők, de ugye Novák Katalin kilátásba helyezte, hogy a rendvédelmisek következhetnek, vagy a honvédek, vagy a pedagógusok esetében is belengedték ezt, hogy nem végezhetik a munkájukat, hogyha nem veszik fel az oltást. A mi nyomásgyakorlásunknak is köszönhető, hogy elhalasztották ezt az egészségügyben, és az is óriási felelőtlenség a kormány részéről, hogy ők maguk sem tudják, hogy egyébként hány egészségügyi dolgozó hagyná el ismét a pályát, gyengítve ezzel magát az egész egészségügyi rendszert. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy nem elhalasztották, hanem haladékot adtak szeptember 15-ig a szeptember 1-i dátumhoz képest. Tehát ennyi a haladék, de 15-től érvényes lesz. Igen, világos, de akkor is ez már egy részsiker, és azért vonultunk Orbán Viktor hivatala elé, hogy további lépésekre kényszerítsük a kormányt ez ügyben, hiszen óriási felelőtlenség ez, hogy az egészségügyi rendszerben ből megint akár ezrek távozhatnak. Van ilyen szakszervezeti becslés, amely ennyi főre taksálja a távozókat, de a tüntetésünkön is elmondtuk, hogy például csak a Nagykanizsai kórházban 100-an vannak, akik jelenállás szerint ott fogják hagyni ezt a kórházat, és hogyha megnézzük, ez egy városi kórház, ha csak minden megyében 100 ember lesz, aki emiatt kilép a rendszerből, az országosan körülbelül 2000 ember, ez teljes felelőtlenség a kormány részéről.